Ha egy törpe görbe estét csapna, akkor a kocsmában a helye. Viszont, hogyha a törpe máshol nézne körbe, akkor érdemes meglátogatni az egyik közeli tábort. Sziasztok! Én Gada vagyok, és a mai videóban bejelentjük a Nida Valley első kiegészítőjét, a Thingvellirt. Tartsatok velem! Bár a kocsmák remek, noha néha kissé ittas törpöket rejtenek, ha valaki biztosra akar menni, akkor lehet máshonnan érdemes felbérelni őket a seregükbe. Ezért is lehetséges az, hogy már nem egy kalandor vette az irányt Thingvellirt tábora felé, ahol a józanész diktál. De a tábor nem csak eddig nem ismert törpöket rejt, hanem zsoldosokat és erekéket is, amik mindinkább a biztos győzelem felé vezetnek. De meglátogatni a tábort nem olcsó móka, mivel a kocsmában ugyanúgy ott kell hagynunk rengeteg pénzt, ha elsőként akarunk a táborba érni. Jelen esetben jól jön a csapatunkban, ha egy-egy zsoldos kétszínű, hisz így lehetőségünk van eldönteni, hogy melyik típus táborát erősítsék. Az erekék pedig az északi mitológia szerelmeseinek ismerősök lehetnek majd, ezek az erekék plusz pontozási feltételeket, illetve akciókat biztosítanak a tulajdonosuknak. Nida Valley izgalmai után Thingvellirt táborába szusszanhatunk egy kicsit, de utána már irány vissza a temérdek kincs reményével kecsegtető kalandba. A doboztető alatt találunk egy szabályfüzetet, ami bár a videóban még francia nyelvi, a magyar változatban természetesen magyarul érkezik. Ezen kívül kapunk egy kartonjelölőt a táborhoz és pár apróbb kartontokent. Tovább haladva a Thingvellirt kiegészítő apró dobozában egyrészt megtaláljuk a zsoldosokat, akik már két külön típus jelét viselik magukon, így a játékosra van bízva, hogy melyik szedbe szeretné őket gyűjteni. Továbbá az erekéket, amik az eddigi fekete-fehér kártya illusztrációkhoz képest már kicsit színesebben pompáznak. Illetve új, semleges törpöket is, akik különleges képességekkel ruházzák fel a tulajdonosukat. És itt egy karaktert kiemelnék a tömegből. Ő Olwyn, az illúzionista, aki kétoldalas képmásával érkezik, akiket két különböző típusú oszlopba helyezhetünk el, ezáltal aktiválva akár egy hős toborzását. És találunk egy új pontozó füzetet is, amin már az erekéknek is feltüntettek egy plusz sort. A Nida Valley eddig is érdekes és izgalmas mechanikáján egy picit csavar a Thingvellirt kiegészítő, behozza ugye a zsoldosokat, akiket most már saját szájunk íze szerint tudjuk elhelyezni két különböző típusú oszlopba, illetve az erekéket is. Ezeket a plusz kártyákat viszont nem ad már eddig is meglévő helyszínekre fogjuk elhelyezni, hanem egy vadonatúj helyszínre, a táborba, ezáltal is bővítve Nida Valley világát. A Thingvellirt kiegészítő még idén 2021-ben megjelenik magyarul, addig is viszont az alapjátékot már megtalálhatjátok szaküzleteink polcain, illetve a webshopunkban is. Frissen beérkező és bejelentett újdonságainkról pedig találtok egy listát a webshopunkban, ennek a linkjét a leírásban megtalálhatjátok. Következő videóig mindenkinek jó licitálást, sikeres kalandot, én Gada voltam, sziasztok!